Na hát üdvözlök mindenkit egy újabb sorozatban, mégpedig Silver Club, praktikák, pénzszerzés, jelen pillanatban a spawneres shopokról, farmokról fogok beszélni, mégis mit érni megcsinálni. Hát ha szeretnétek ebből a sorozatból folytatást, akkor mindenképp dobjatok a videóra egy lájkot, és akkor csinálok majd folytatást, tudnék még miről beszélni, aztán meglátjuk, mennyire tetszik nektek. Képen mit lehet látni? Kérlek szépen, Silver Club, spawner, drop arány. Minél kisebb, annál jobb. Ez egy gyönyörű grafikon, hát nem kell szemfülesnek lenni, hogy egyből kiszúrjuk azt, hogy az Enderman torony magasan bukik. Enderman farmot amúgy sem éri megcsinálni, rohadt drága a spawner, nem droppos szinte semmit, valamint nem is lehet drágán eladni az Enderpearl-t, tehát nem értem, hogyha valaki ilyen farmot csinál. Na de, ki lehetett szúrni azt, hogy a Creeper torony magasan vezet. Ugyan a Pigman nincs tőle lemaradva, de egyelőre a Creeperrel fogunk foglalkozni, mégpedig... Srácok, ne vegyetek Creeper spawnert, mert nem éri meg! Most lehet, hogy azt lehet látni, hogy ó, hát a Creeper a sokszor spawnol, azt éri megvenni, és én ki is röhögöm az ilyen gyökereket, akik 50-65 milláé veszik a Creeper spawnereket. Nem szabad Creeper farmot építeni, meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a Creepernek nincs fix dropja. Tehát ez egy RNG játék, ha meghal egy Creeper, vagy ad valamit, vagy nem. Tételezzük fel, van egy nagyobb farmod, 1000 Creeper, belesik a lávába, vagy full damage, nem tudom, hogy szoktátok megoldani, nem csinálok Creeper farmot, meg nem is akarok. 1000 darab meghal ugyebár egyszerre, mondjuk először dob belőle 300 puskaport, utána 600-at, és ez egy nagyon rossz RNG játék, és azért több száz puskaporos veszteségről is beszélhetünk ez esetben, tehát ne csináljátok Creeper farmot, kurvára nem éri meg. Na viszont, most beszéljünk a legjobb árérték arányú spawnerekről. Hát én se akartam elhinni, amikor a Alex először azt mondta, hogy amúgy bárányfarmot megéri csinálni. És tényleg, 16 millió a shopba a bárány spawner, valamint játékosoktól néha még ingyen is lehet szerezni. És konkrétan mindig dob droppot, és el lehet adni a droppokat. Tehát végül is worth it. Jó, hát ez kezdőknek jó. Gyorsan fel lehet magadat farmolni ezekkel a spawnerekkel. Viszont kezdjük a leges legjobb árérték arányú farma. Toppergés. Pigman. Na most elképzelem, hogy ülsz a monitor előtt és hülye fejet vágsz, hogy mi Pigman farm, hagyjál már hülyeségeddel, hát dob fakardot, meg izét, aranyrögöt, azt még le kell kraftolni, utána lehet eladni. Srácok, akkor most mutatok nektek valamit. Na akkor most megmutatnám, hogy mégis miért éri meg venni a Pigman spawnereket a sok gyökértől, akik 5, 10, meg 15 millióba árulják darabját. Hát srácok, a Pigman mostantól aranyrudat dob, nem rögöt. És ha hiszitek, ha nem, árérték arányba, ez a spawner lekörözi az ígét. Annyiból szopás, hogy dob néha napján aranykardot. Eladni sajnos a kardokat nem lehet. Tehát üríteni kell a ládákat, de teljesen megéri csinálni a Pigman farmot. Rohadt olcsó a spawner hozzá, jól droppol. Tehát egyszerre kapsz kettő eladható itemet, mégpedig az aranyrudat, meg ugye a rohadt húst. És teljesen megéri, mivel gyorsan droppol. Olcsón lehet beszerezni a spawnereket, még shopból is, nem tudom mennyi shopba, 80 milla talán? Nem tudom mennyibe kerül. Ó, fel lett buffolva. Hát jó, most már 100 millió, eddig olcsóbb volt. De az ilyen gyökerek, akik 15-20-ba árulják, azokat gyorsan le kell húzni. Mi is vettünk majdnem 2000 darabot sok gyökértől. Hát az ilyeneket ki kell használni. Teljesen megéri csinálni amúgy. Nagyon sok pénz van belőle. Azt mondja, van itt nekünk még Blaze Powerünk, ami viszonylag jó helyezést ért el. Hát srácok, én undorodok a Blaze Farmtól.
Például a Blaze-t azt senkinek se ajánlom. Szerintem nem, tehát nekem volt Blaze farmom, a Blaze-ekkel csak baj van. Ezt higgyétek el nekem. Én olyan dolgokat tudnak csinálni, a szemem kiesik a helyéről. Ugyebár következőnek jön a IG meg a Villager, ami első ránézésre egy szinten van. Talán pár százas különbség lehet. Tehát a Villager spawnerrel is egy baj van, mégpedig az, hogy kibaszott drága. Nem tudom mennyi, talán 800 millió? És veszek nektek egyet, hogy megmutassam. Na hát miért élni meg ugyebár falusi farmot csinálni? Hát ha meghalnak, dobnak pipacsot meg lazuritot. A lazurit is szájba baszott drága. Ha jól tudom, 64 darab ilyen másfél milla körül megy. Nem tudom, megnézem. Eladás 20x64, nagyjából. De 800 billiót ez semmiképp se ér meg. Tehát az IG lekörözi árérték arányba, a pigment pedig végképp. Annyi a rossz a pigmentbe, ugyebár a fakardokat takarítanod kell. Sajnos ez ilyen. Hát van itt nekünk még magma cube-unk, de azzal is csak az a baj, hogy a kicsik droppolnak belőle, nem éri megcsinálni. Más farmot pedig nem is nagyon éri megcsinálni, végképp sem. Tehát a Skeleton farmnak akkor lesz értelme, amikor ugyebár jött be egy update, mégpedig lakatosnál lehet vásárolni, hát nem tudom mi a héblok magyarul, legyen nem tudom, búzabála. Ugyebár amikor 9 búzát összeraksz a workbench-be, akkor lesz egy ilyen, és azért lehet kapni egy hedisz kulcsot. Tehát kimész vadonba, szedsz egy csomó füvet, kiütöd őket, és ugye abból lesz vetőmag is utána, csontliszttel, amit ugye a Skeleton droppol csontot, azt lecraftolod, abból lesz a csontliszt. Hát abból csinálsz magadnak egy farmot, és akkor farmolod a hedisz kulcsokat. Tehát ennek van még értelme, nem tudom, hogy már működik-e, tegnap még nem működött. Más pedig abszolút nem éri megcsinálni. Tehát jelen pillanatban a meta az úgy néz ki, hogy zombi pigmen, hát az IG még úgy, ahogy belefér, az a probléma az IG-vel, hogy most már annak is a stackjét felvitték, nem tudom miért, tehát hopperek azok szarrá vannak terhelve. Nem tudom, mi értelme volt. Hát lényegében most zombi pigment meta van. Más nem is érni meg szerintem csinálni. A szívás faktor az megvan, mert ugye folyton üríteni kell a cseszteket, de nagyon gyorsan nagy pénzhez lehet jutni. Sőt, hát belegondolsz, mindjárt mutatom. Ugyebár a lazú. Különösebben nincs lemaradva amúgy a lazurittól a pigmentnek a dropja. Sőt, most nézem, árérték arányból még az IG-t is letörözi a pigment. Hát most jelen pillanatban pigment meta van. Ezt kijelenthetjük. Annyiból szívás, hogy ugye a kicsik nem droppolnak, nagyból pedig jöhet fakard. Amúgy teljesen rendben van. A bárányfarm is elég jó lenne. Csak hát még nincs bent a shopban a gyapjú, tehát Texas láda eladja, más nem. Egyelőre ennyi lett volna ez a rész, remélem tetszett nektek, ha szeretnétek még hasonlót látni, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!